kedvenc részem, de nem annyira foglalkoztam vele, már sokszor láttam, hogy az űrlift meg szexuálja magát. Nem csinálja. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb epizóddal a Satisfactory-val, a mi újság a nagyvilágban, hogy van mindenki. Én borzasztóan jó vagyok, köszönöm szépen. Na nézzük is meg, hogy mi újság a gyárunkkal. Ugye az előző részben ott messze, ott abban a részben, arrafele, dolgoztunk a katérium ércekkel. Ebben a részben egy teljesen más dolgot szeretnék majd megcsinálni. Ebben a részben... Ez ilyen sunyi nem volt damage, de jó volt. Haha, de sunyi volt. Rész volt, szóval ebben a részben mással szeretnék foglalkozni. Ebben a részben meg szeretném építeni az űrliftet, ismét csak, mert eddig nem volt. Szóval volt, de aztán nem volt, mert igazából lebontottam, hogy áthelyezzem más pontjára majd a bázisnak. Mert meg szeretnénk nézni, ugye most már... megnézzük, akkor a tíreknél, a 4-es szintnél vagyunk, és szeretném az 5-ös szintet, amihez kellene az űrlift második fázisa, amúgy ezt meg kellene nézni, hogy igazából mi is kellhet majd az űrliftem második fázisához. Kell majd állóalkatrész, meg mindenféle okosság. Elsősorban, ugye, amit meg szeretnék csinálni, szeretnék majd vasbeton gerendát készíteni. Már készítek acélgerendát és acélcsőt, de a következő a vasbeton gerenda lesz. Esetleg megnézzük, hogy igazából mi is kell az űrlifthez. Van hozzá mindenem, már összeszedtem az előbb a cuccokat hozzá. Ezt elrakjuk, és elvileg ott lesz a... Jó lesz! Tökéletes lesz! Elrakom a kezemből, megnézzük az űrliftet, kell nekem 100 darab automatikus húzalozó, kell 500 darab multifunkciós váz, és kell 500 darab okos lemez, szóval kell hozzá 500 motor, 500 minden is. Szerintem annyit fogunk csinálni, hogy ez az űrliftet azt hiszem nem kell árammal ellátnunk, de szükségem lesz majd összeszerelőre, legalább egyre egyelőre. Igen, úgy sem, hogy egyet lerakunk. Szépen lassan össze fogjuk rakni hozzá az utcokat. Kell majd hozzá nekem ez. Ja nem. Megérkezett a teteje. A kedvenc részem, de nem annyira foglalkoztam vele, már sokszor láttam, hogy az űrlift meg szexuálja magát? Nem csinálj ilyet. Ezt szépen belerakjuk ide az űrliftbe, ami tökéletes lesz. És kell nekünk valonnan energiát csordunk. Hello! Ez itt ide jó lesz, és ide. Kell 500 és 500. Ebből meg kell nekem az okos lemez, ahhoz kellene 100-at tudunk egyre berakni, meg 100-at ebből. És igazából 500-ra lesz szükségem mind a kettőből, ami megoldható. Szóval még 400-ra azért, hogy megfelelő mennyiségben összejöjjön nekünk itt a liftünk. Működhet, szépen lassan össze fog jönni. Lehet, hogy ezt meg tudnám csinálni, hogy a logisztikánál, a rendezésnél lerakunk kettő tárolót. Egyet ide. Egyet ide. És... egyet ide. Egyet ide. És akkor ide jön a 400 ebből, még 300, és akkor 1, 2, 3, 4, te kis nyusz jóvá, 4. És akkor ide felhozom, és akkor szépen lassan az űrliftet fel fogjuk tölteni ezekkel a gépezetekkel, okoslemezekkel, ugye 500 kell belőle bele. Szépen lassan ez meg lesz, utána meg átállítjuk és csináljuk majd a multifunkciós vázunkat, mert abból is van elég igazából. Következő lépcsőfokban fölmegyünk arra részre, ugye itt lent gyártom az öntvényemet, mégpedig az acélöntvényt az öntrinkben, ami tökéletes nekünk. Meg tudom azt csinálni, hogy innen, ugye, ha minden igaz, jelenleg ott felmászunk erre, úgy, csak sunyiban, csak okosan, szóval felmászunk erre a bányára. Fölfele vezető út még egy kicsit, hogy is fogalmazzak? Na most ezt pont lefele jöttem vele. Ó, nem áll. Oké. Benne vagyunk bánya testében. Na szóval, fölmegyünk. Ne? Menni fog? Igen, menni fog.
És wuuu, oké, fent vagyunk itt ezen a részen, ugye ide jönnek be a kocsik, itt hozzák a, az egyik kocsi hozza nekünk a szenet, ami tökéletes, tele vagyunk szénnel, sose volt még ennyire jó. A másik kocsi hozza nekünk a vasércet, hát abból annyira sok nincs, úgyhogy ezt lehet, hogy majd kicsit meg kell tolni. Itt fönt készül az, az acélcső, és a mellette levő kis szigeten, ugye egy kis szintkülönbség van, blup, erre csak egy iszipici, mellette készül az acél gerenda. És azt szeretném majd megcsinálni, ugye ott van fönt, ide tudunk följönni, és itt ezt elvileg úgy csináltam, hogy ide, ezzel ide föl tudok jönni. Aha, csak okosan kell csinálni, úgyni, és van egy pár száz acél gerendánk, tökéletes. És ezzel azt szeretném megcsinálni az acél gerendánkkal, hogy itt ezen a szinten készíteni szeretnék belőle ilyen vasbeton tömböt, amihez szükségünk lesz majd az összeszerelőre. Igazából mit szeretnék csinálni, mert csináltam sok olyan modellt, mindjárt gyorsan megmutatom nektek, és utána visszajövünk ide, és igazából meg is építem, és megmutatom, hogy hogy működik, és ha van benne valamilyen kis, tudod, ilyen kis sunyi okosság, amire oda kell figyelni, akkor esetleg azt, de én szeretek ilyen, lehet, hogy ez nem a legeffektívebb része az elején, mert általában mindenki azt szokta mondani, hogy legalább várjunk olyan tier 4-es beltig, talán a tier 5-ös beltig, hogy azokkal dolgozunk inkább, de én úgy vagyok vele, hogy én ezekkel akarok, szóval így akarom összeszerelni magamnak az összeszerelőket, ebben a kis módszerben tökéletesen néz ki, ugye kettő beviteli vonal van, egy itt, egy egyel fölötte, és ott a legtetején pedig jön ki belőle az anyag, és tökéletesen elfér ezen a helyen, és ezt lehet utána addig tudjuk növelni, ameddig csak szeretném. És ugye itt ezt a forgó részt gyártjuk, erre majd itt igazából szükségem is lesz, mert vinni kell majd a lifthez, és ugyanezt a dizájnt szeretném megépíteni lent, majd a vasbeton gerendához, hogy is van, milyen neve neki? A vasbeton gerendához, úgy bizony. Szóval, felszerelem a cuccokat, és lemegyünk, és megépítjük ezt a vasbeton gerenda lelőhelyet, vagy mit. 3, 4, és akkor az ötödik meg benne. És tökéletesen. Ez, amíg itt építkezünk, meg csinálunk mindent is, addig itt el fogja látni a saját kis dolgát. Felrakjuk az exo részt, meg mindenféle felszerelést berakunk a kezünkbe, mert arra szükségünk van. Tehát akkor az az a következő, hogy felmegyünk, és megépítünk mindent is. Ugye van hozzá technikailag mindenünk. Meg is van a nagyja az elosztóknak, igazából ez a legnehezebb és bonyolultabb része az egész épületnek. Szóval most meg is mutatom, hogy hogy szoktam csinálni. Elsőnek megfogom a futószalag elosztót, kettő kell ugye belőle, két különböző szinten. Az egyik anyag fog érkezni, a, mégpedig mindjárt szembe jut az anyagnak a neve is, az acélgerenda fog érkezni onnan, a másik pedig a beton fog érkezni innen, lentről. Tehát az elsőben szeretném az acél gerendát, szóval akkor a hármasban elrakjuk a futószalag elosztót. Én szeretem így csinálni az épületeket, hogy beállítjuk a közepére, tökéletes. A zöld vonal mutatja itt a két oldalt, hogy hol van összekötetésben a kettő beviteli forrással, ugye, és ott látszódnak a nyilak. Ha éppen piros nyíl van, ahogy a bal oldalon is, akkor nem látszódik ez a zöld nyíl, szóval oda kell figyelni, hogy lásd a nyilakat, minden, lásd ezeket a zöld összekötő vonalakat technikailag. Egy, kettő és a harmadik szinten, minden szinten változik a, az elosztónak az iránya, úgyhogy be kell állítanod, hogy mindegyik szinten úgy álljon, ahogy te szeretnél, és az utolsó szinten szeretném, hogy errefele nézzen. Ez megvan. Utána kontrollal kijelöljük a többit, és lebontjuk az alaptelevőt, mert ugye ez tud lebegni, csodálatos. Nem fog úgy kinézni, mintha lebegne, de ugye egyelőre ez lesz az, hogy most így hirtelen lebegni fog. Utána még egy elosztót lerakunk a következő részre, amit úgy rakunk le, hogy ugyanarra a részre, ugye a másik helyen szeretnénk, és azt szeretném, hogyha innen indulna, szóval felém tőlem indulna ez a narancsága nyír, igazából nem piros. 1, 2, 3, nem a harmadik szinten kell, mert azon van az idefele érkező vonal, hanem majd a negyedik szintre rakjuk, és beállítjuk, hogy ez a narancsága nyír, az innen menjen bele. Utána megint megfogjuk a F betű, és lebontjuk ezt a hármat itt az alján. Ez egy érdekes dolog lesz, most pedig az egyesítőt berakom a legtetejére, mert én azt szeretném, hogy a legtetején pedig visszavinni az összes cuccot, nem is kihozná az összes cuccot ide a végére. Amit úgy fogok tudni megoldani, hogy ugye látjátok, hogy kettő bemenet van ezen a felén, és a második oldalán ennek a gépezetnek, az összeszerelőnek van egy kimenet, ami nekem tökéletes lesz.
Így hát az egyesítőt fölviszem arra a szintre, ahova szeretném. Ha látjátok, itt van ez a zöld nyíl, ugye az egyesítő az erre fog nézni, és látjátok ezt a zöld nyilat, ami nem teljesen van ennek a közepén, szóval nem tudom, hogy látjátok, látod ezt a zöld nyilat? Szóval ez azt mutatja, hogy ez a zöld nyíl most éppen egyenesen áll az összeszerelőnek a kimeneti részével. Oda kell figyelni, mert a máshoz is csatlakozhat a bázison, ez a harmadik, negyedik nem kell, és az ötödik szintre kell, és azt szeretném, hogy ez a zöld nyíl eléggé, éppen hogy csak látszik, nem tudom, észrevesztek el, az kifele nézzen, látjátok azt most. Narancsága, 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 zöld, és harmadik lesz a zöld, utána kontrollra kijelöljük a maradék négyet az alján, és leszedjük. Innentől kezdve már csak arra lesz szükségünk, hogy összekötök mindent mindennel, MK3-as teherliftet fogok használni, ide elfordítjuk, fölemeljük is. Amint halljátok ezt a kicsi, hallod ezt? Ezt a pip, 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 pip. Ez azt jelenti, hogy csatlakozik. Föl, csatlakozik, tökéletes. Erre a felére csatlakozik, csatlakozik, csatlakozik. Két kis pippet hallottunk, ugye? Így, pip, pip, csatlakozik, pip, pip, csatlakozik. Ezt nagyon egyszerűen megcsináltak a fejlesztők, imádom. Pip, pip, csatlakozik, pip, pip. Itt szeretném azt, hogy erről a felülről pedig hozzákötni a legtetején lévő cucchoz, szóval azt szeretném megcsinálni, hogy ezt ide. Itt hál' Istennek a átfelésben van egy másik tárgyal átlógás lehetséges, de rá lehet rakni így is. Látod, így, és látod a zöld nyilat, hogy mikor ér oda föl, ez túl magas, ez lesz az elvileg pontosan. Imádom, és elvileg ide ezt meg tudom csinálni, hogy ezt innen oda is kék lesz, ha nekem erre van szükségem. Vagy itt zöld, itt átlóg, de amint ezt az alapszontot eltűntetem, akkor ez nem fog átlógni, laugni itt mellette. Csodálatos lesz. Bem. És egyenes vonalban van, mert nem szeretem, amikor néha előfordul úgy, hogy amikor felrakom így, akkor is hozzáérinti, de ferdén van, így pedig nem ferdén van, hanem itt van pontosan, ahol lennie kell. Imádom, imádom, imádom. Itt a hetesen, azt meg tudjuk ezt csinálni, ugye, ha már feljöttünk ennek a tetejére. Az MK3, ez gyors futószalag, itt már kicsit problémásan tudok csak közlekedni. Oké, és ezt most össze tudom kötni, úgyhogy egyenletesen legyen. Azaz, de jól néz ki, tökéletes, fú de jó, fú de jó. Ide annyit szeretnék csinálni, hogy a végére felrakunk egy ilyen villanyoszlopot, csak is kizárólag azért, hogy fel tudjunk jönni. Nap ide, mert nem is fogok tudni feljönni. Akkor lehet, hogy ide messzebbre kéne rakni az oszlopot. És... Aha, lehet tudok menni, az biztos, és fel tudok el menni. Hogyha esetleg csak tudod, erre a szintet tudok majd jönni, és akkor ide tudok följönni vas beton gerendáért, ami itt igazából itt is van már a tetején, szóval majd tovább tudom vinni az egész helyre. Hol de jól néz ki. Oh no! Hú! Ez nem esett jól. Vissza kéne oda fölmenni, és be kell indítani az egészet, még pedig úgy, hogy hozzákapcsolom az energiához, mert ez kérek szépen 150 megawattot fog használni, és van-e még annyim? Bőven van még 150 megawattim. Remélem működni fog, úristenem, remélem működni fog. Elvileg minden jön bele keményen, úgy ahogy szeretném. Készül a gerenda. Van ugye egy pár alapnak való tudsz, úgyhogy fel tudom tölteni a gépeket egy picit. Ha erre várnak most főkép. Ugye a későbbiekben kell majd belőle több nyersanyag is, ilyesmiből. Nézzük meg, hogy mennyi jön, vagy egyáltalán jön. Szépen lassan jön. Ebből elvileg nem is tudom mihez kell, azt hiszem majd a következő belthez kell ebből nagyon sok, de meg a többi épülethez is, de egyelőre van. A vasbeton gerenda készül. Ó, baby, a liftemnél már van 88 az 500-ból, okoslemezből, ami nem is olyan rossz, nem is olyan rossz, gyerekek. Ugye ezt beindítottuk, ezt megy, a következő, amit el szeretnék intézni, ugye most elkezdtük idefele hordani magunknak azt a gyönyörűséges fémet, amiből már nincsen semmi. Mert a fémbánya, ahonnan az autóm hozza a fémet, az eléggé vérszegény,
nem tudja ellátni megfelelően a bányáimat, aminek én annyira nem örülök. A szegény autó hogy néz ki? Jézusom! Úgyhogy az lesz, keresünk egy másik bányát a közelben, és összelinkelem a kettőt, mert szerintem arra szükségem lesz mindenféleképpen. Tudok-e bányát csinálni? Speciális nem. Oké, nem mészkat. Bányagép. Nincs hozzá hordozható bányagépem, de azt tudok építeni majd mindenképpen. Vagy itt van a bányám, ez egy MK2-es bányagép, ami igazából 60 vasércet termel nekem, az igazából sajnos ez nem megfelelő. Mert ez már ugye üres is. Aha, ez üres, ahogy jön a kocsi, ezt el is használom mindent. A vasércet keresek, vasérc, azok ott vasércek. Az ott mind vasérc, szóval azokat ide tudnám hozni, és akkor sokkal több vasérc kerülne be a bázisra. Szerintem úgy is lesz. El kell mennem még ugye futószalagért, és utána hozzuk a vasércet. Szeretek összekötni mindent alapokkal, mert különben a kismanók kapargatják az agyamat belülről, úgyhogy erre mindenféleképpen szükségem lesz, hogy kellemesen érezzem magam a környezetemben. Ezt le kellett vágni, mert különben átlátszik. Nincsen szabad hely a bogyóhoz. Bupszi. Nem baj, mindjárt teszünk róla, hogy legyen. Lerakjuk a bányáinkat gyorsan, és akkor lesz szabad helyünk. Szóval akkor MK2 bányagép. Egyszer. MK2 bányagép. Kétszer. MK2 bányagép. Háromszor. Ó, és egyre kevesebbet csináltam. Oh, gyere csak ide, műhely. Most már tudom, hogy mi a stájsz. Csináljunk belőle még egyet. És megvan. Szóval innentől kezdve MK2 bányagép. Hello. Úgy szeretném, hogy így álljon. Ez így. És a másikat is át tudom akkor helyezni. Abba az irányba ugye, hogy egyszerre ugyanarra vigyék majd ki a nyersanyagot. Mindegyik gépezet szennyezett alapon megy, szóval 60 per perc, és 60 per perc. Aztán mindegyik 60 per percet hozzonnál. Ez is 60 per perc, és ugyanúgy 60 per perc. Ezt belakjuk ebbe, ezt meg ebbe, és akkor azt kell csinálnom, és az összeset összehozzuk itt egybe. Azt szeretném, hogy ugye onnan ki tudjuk már hozni az egészet egybe, ez így nekem ott jó lesz. Szuper, majd később ugye körbeépítem a helyeket, mert azt kell. Úgy csinálnám akkor az egészet, hogy logisztikánál MK2-es, abból nincsen sok MK2-es bőven elég lesz, mert ez is bír. Igazából ezt az egészet el tudja hozni egymaga, mert egy MK2-es szalag az el tud hozni 120-at, szóval az kettőt tud csak összesen elhozni. Aha. Az MK3-as kell mindenféleképpen. Nem. De jó, az MK3-as kell talán így mindenféleképpen. Ennyi. Egészet el tudom húzni idáig. Hát ez ott nem úgy kell, de eznek itt egyel vissza tudjuk hozni ide. Tökéletes, és akkor nekem ide kelleni fog majd egy össze, nem is van. Négyesen egy egyesítő. Elhozzuk ki az anyagokat, és akkor hetesen ezt összebírom húzni mindegyikkel is. Ezt innen, erre itt nem lesz szükségem, és akkor ezt hetesen ugyanígyre visszahozzuk, és ez belemelt ebbe.
és elvileg csodálatosan, tökéletesen kész lesz. Dupla adag cucc jön innen, innen 120 jön most jelen pillanatban. Ebből a két bányából ugyanez fog menni. Itt meg tudom csinálni azt, hogy... Né, most akkor ezt még egyszer, hátha. Ah, ez nem jó. Na, még egyszer. Még kell? Left control-lal. Oké, és na, végre. Így már sokkal jobb. És az egészet kihozzuk ezen a részén. Nincsen elég nyersanyagom hozzá, ez sajnálatos. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy ezt megépítem gyorsan ezt a részét neki, aztán hozom a többi nyersanyagot, mert az, az kell. Ide rakjuk, és erre hozzuk tovább az egészet. Yep, és innentől kezdve el is vihetjük a végéig. Na hát, ha lesz majd több nyersanyagom a bázison, ugyanott, aztán... utána igazából csak jó lesz, amikor végre meg lesz már a megfelelő mennyiségű nyersanyag. Amíg várakozunk, addig jöhet egy kevés, a tápanyagoknál végre ezt meg tudom csinálni, kutatás kezdése. Remélem valami jó lesz. Ez az. Kettő gomba, berry, meg dió. Oké, és az is jó lesz. Nem kell végre húst használni ahhoz, hogy inhalátort tudjak csinálni, mert az azért elég drága, én ezt már tudtam. Kettő, ez, hohoho, gyere szépen ide. Remélem nem kellene hozzá majd ezek az utcok, de bár mondjuk szerintem most szerezni tudok későbbiekben. Ugye egyszer már jutottam odáig, hogy szerezzek ilyesmiket. Tápanyagok, inhalátor, kutatás kezdése. Hello! Köszönjük szépen. Ez meg is van, és akkor innentől kezdve az inhalátort, idegenszervek, gyógylivi, gomba is kell hozzá, ami pont nincs. De minden más van úgy, hogy jó lesz, jó lesz. És megérkeztem, hát egy pár órával később sikerült összeszednem az MK3-as futószalaghoz kellő, mi a neve neki, acélgerendánkat. Föltöltöttem, igazából technikailag srácok, összekötöttem mindent, és AFK-tam 24 órát, egy teljes napot AFK-tam, azért, hogy összeszedjem az összes nyersanyagot, ami az űrlift 2-es fázisához szükséges. Wow! Rengeteg AFK-lás volt, de sikerült, mindjárt visszamegyünk a bázisra. Opp, ögyni, errefele, hú! Ögyni, erre megyünk, és... hoppá, ez majdnem jó volt. Ugye itt az autó már megy visszafele, de itt minden is tele van már. Tele vagyunk fémmel, tele vagyunk mindennel. Itt meg tudjuk nézni, hogy sikerül. Hó, mekkora csúszás volt. Wow! Nagy ugrás, és eljövünk ide. Itt tudjuk megnézni. Ugye itt szedtem össze magamnak, igen, az acél gerendát, amiből a vasbeton gerendát, elnézést. Amiből van egy teljes konténerünk, ez nagyon lassan készül, de össze lett hozva, hál' Istennek. Ebből van egy teljes, ebből úgy tudom, hogy a későbbiekben szükségem lesz még többre. És ugye itt van rengeteg acélgerendánk is, van egy teljes konténernyi. És ahogy láthatjátok, az űrlift fázis kész van, itt a jobb felső sarokban látszik, már az elejétől kezdve. Ugye úgy csináltam, amint kész lett
az, ez a mi a neve neki? Mindjárt elvegy. A multifunkciós váz, utána átállítottam ezt az automatikus húzalózáshoz, és ebből az álló részből, a motor álló részéből kellett nekünk elég sok, és de azt manuálisan lekraftoltam, mert ehhez nincsen gyáram. Minden máshoz van gyáram, hál' Istennek, és ugye ebben elkészült ugye ez a multifunkciós váz, és ebben elsőnek elkészült az 500 okos lemez. Ami azt jelenti, hogy kész van az űrliftünk, és hát, ha már kész van, gyerekek, küldjük is fel. Erről szól az egész, és low sealed. Oh, imádom, és send. Oh yeah, baby! 1, 2, 3, 4, 5. Jó, ez tök jól néz ki. Ez nagyon jó. Elküldjük az űrliftünket. A következő fázishoz, Jézus Istenem, 2500 gerenda kell, és kellenek az új cuccok is. Istenem, ez milyen durva lesz. Mi kell hozzá? Alkalmazott irányítóegység, azt a mindenit, és moduláris motor. Gondolom, ez sokba fog kerülni. Biztos vagyok benne, hogy ez sokba fog kerülni. De mit is hozott nekünk ez a... ez nem is itt van. Akkor ezeket még ki kell tanulni, mert gondolom ez majd az összeszerelőben lesz, ami, már ugye ha megnézzük, a gyártásnál nem az összeszerelőben lesz ez. Van még egy olyan gép, amivel többet tudunk összerakni. Azt hiszem, de nem tudom azt pontosan, hogy hívják. Ennyi! Olajfeldolgozás. Motorunk nincsen még. Azt el kell kezdenünk majd gyártani a következőben, de azzal meg leszünk. Lemezünk van, acéllemez, ugye itt meg lesznek ez. Ipari termelésnél, aha, itt lesznek majd meg a moduláris vázak. A teherautó, és a gyártócsarnok, ez az, az kell majd nekem. De ahhoz már kell majd gumi, olaj, motor. Folyadékszállítás. Alternatív, yes, és a gázállat, erre is szükség lesz mindenképpen, és a hatos szintben lesz az MK4-es futószalag. Itt lesz már a katérium rész, de ugye ezt már megtaláltuk, hál' Istennek, üzemanyaggenerátor, jetpack, egysínű vonat, és az MK2 pumpa. Na hát, rengeteg mindent kell erre, ehhez még csinálnunk, gyerekek, de szerintem ennyi is lesz most mára. Le is zárjuk ezt a részt, meg kell még csinálnom majd a motorgyártó üzememet a következő részekben, és utána elmegyünk olajért. Szerintem az lesz a következő. Olajkox, az is kell, olajfinomító, olajat kell igazából találnunk. Nyersen szkennel olaj. Az lesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Remélem tetszett, amit láttatok. Ha igen, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Nem felejtsétek el, általában hetente többször szoktunk live-olni a Twitch-en is. Ha érdekel bennetek egy gyertek, a link ott van a leírásban. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk majd a következő Satisfactory-ban. Szevasztok!